Történelmi apróságok, bizarr halálesetek az ókorból. Az emberek a legkülönfélébb módokon tudnak meghalni, amelyek közül néhány módszer nevetséges, más pedig elgondolkodtató. Nézzünk néhányat az ókorból. Epirusz Pirrusz. Az ókori görög tábornokot és államférfit az akkori világ egyik legjobb hadvezérének tartották, aki méltó rokona volt unokatestvérének, Nagy Sándornak. Utolsó győzelmét Árgosz várában aratta, amikor egy idősebb hölgy, aki a ház tetejéről nézte a fiának és Pirrusznak a harcát, egy tetőcseréppel megdobta. Az ütéstől elkábult, talán meg is halt, de ez lehetőséget adott arra, hogy végezzenek vele. Ez egy igazi pirroszi győzelem volt. Cos Filitas, a másokat mindig kiavító költő és tudós, aki jelentős érdemeket szerzett a hellenisztikus költészet népszerűsítésében, emlékezetes halált halt. A különt és elfoglalt tudós, aki egyébként is mindig vékony és törékeny volt, annyira belemélyedt a retorika és nyelvtan tanulmányozásába, hogy éhen halt. Eleazar Avarán. A zsidó katona éppen a Szeleukida birodalom ellen harcolt, amikor a harc közepette, észrevett egy háborús elefántot. Azt gondolta, hogy az elefánt az ellenséges királyt viszi a hátán, így úgy döntött, megöli az elefántot. Beúrott tehát az elefánt hasa alá, és lándzsájával beledöfött. A hatalmas állat azonnal összeesett, ezzel azonban halálra nyomta az alatta fekvő katonát. Krotoni Míló. Míló a korszak legünnepeltebb birkózója volt, aki szinte mindenkit legyőzött, így hatalmas ereje miatt elbizakodottá lett. Egyik alkalommal, amikor az erdőben sétált, egy kettéhasat fára lelt. Míló elhatározta, hogy teljesen kettéhasítja, ezért elkezdte szétfeszíteni. Eközben azonban keze beleszorult a fába, ahonnan nem tudott szabadulni. Közben beesteredett, és egy arra járó farkasfalka megtámadta, szétmarcangolta és megette. Hipatia. Az ókor egyik legérdekesebb és legintelligensebb nő alakja volt, matematikus, csillagász és filozófus egy személyben. Megvádolták azzal, hogy a zsidók és keresztények ellen bátorítja a tömeget, így a keresztények megtámadták. Az akkor már elég idős nőt levetkőztették, és a testét a kagylók éles héjával szétszabdalták, majd megkövezték. Valerianus. A római császárként uralkodó Valerianus betört Perzsiába, de vereséget szenvedett és fogságba került. A fogságban a perzsa uralkodó rabszolgája lett, aki lábszékként használta, amikor éppen lóra szállt. A császár hatalmas váltságdíjat ajánlott a szabadságáért, de Sápúr, a perzsa uralkodó, arra kényszerítette, hogy olvadt aranyat igyon, megvetése jeléül. Ezt természetesen nem élte túl. Pitagórasz. Az egyik legismertebb görög matematikus Számosz szigetén élt egy barlangban, és sokan akartak tanulni tőle. Egy ízben egy nemes ember kérését elutasította, aki csőcseléket fogadott fel a megkergetésére. A csőcselék egy babmezőre kergette a filozófust, aki szerint a bab az emberi magzatra hasonlít, így nem akart a mezőn átgázolni. A tömeg így utolérte, és halálra szúrta. Krisippus. A hellenisztikus kor egyik legbefolyásosabb filozófusa, termékeny író volt, aki több mint 700 könyvet írt. A filozófia mellett azonban szerette az életet, és nagy lakomákat tartott. Egy ízben, amikor már alaposan felöntött a garatra, azt látta, hogy egy szamár fügét eszik, amely nagyon tetszett neki. Olyan nevetésbe kezdett, amelyet nem tudott abba hagyni, végül a halálba nevette magát. Árius. Az ókori világ egyik legbefolyásosabb vallási személyisége volt,
akinek elmélete azonban olyan ellentmondásos volt, hogy később a katolikus egyház hivatalosan is eretneknek nyilvánította. Egy ünnepi körmenet során hirtelen bélgörcsök támadták meg, és egy bizonyos helyre sietett. Ott azonban a szokásos tevékenység helyett rendkívül heves vérzés lépett fel, amelynek következtében szinte azonnal elhunyt. Valószínűleg megmérgezték. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!